tudod simogatni, vannak nyuszik. Vannak bárányok. És nagyon jó ez. Két éves korom óta ide járok, mivel anyukám rettenetesen fél a lovaktól, és mindig lovagolni akartam, és azt mondta, hogy na jó, csak akkor, ha kis lovakkal lovagolhatok, és akkor megtaláltuk ezt a farmot. A Veresegyházi minifarmot, ami sok gyermek szívét rabulejtette. A környezet, a pónik és az állatok közelsége, a velük való játék, a lovaglás hatalmas élményt nyújt. Ahogy látjuk, bizony a legkisebbek nagy kedvence a póni. Lehet a farmon kalandozni, játszva tanulni. Egy olyan interaktív játék lehetőség, ami nagyon kevés gyereknek adatik meg, mondjuk egy nagyvárosban például. Főként pónilovakat tartunk, mini Shetland pónikat, de ezt kiegészítettük mindenféle háziállattal, birkák, baromfik, ugye kacsa, liba látható majd, hogy a gyerekek közelebb kerülhessenek hozzájuk, és a profilunk az a lovagoltatás, az egészen kicsi gyerekek lovagoltatása, egészen, hát a minap 11 hónapos gyermekült pont a Liza Pónin. Erre specializálódtunk, hogy minél kisebbek hozzájuthassanak ehhez az élményhez. És megjelenik már a lovasoktatás is a nagyobbaknál, 4 éves kortól van lovasoktatás. A lovagláson kívül póni agility foglalkozásra is van lehetőség a farmon. Ez azt jelenti, hogy a gyerek nem ül a lovon, hanem vezeti úgy, mint én, és mindenféle akadálypályán mennek keresztül. Hídon, alagúton, bójákat kerülgetnek. Az állatokkal való foglalkozásnak számos jótékony hatása van. Természetközeli kikapcsolódást nyújt, és segíti a gyermekek egészséges fejlődését. Nagyon sok gyerek megnyugszik, a szülők meg szoktak lepődni, hogy akár hiperaktív gyerekük is idejön, és rögtön a nyugalom lesz úrrá rajta, tehát nagyon nyugtató hatású, illetve megtanulnak tiszteletteljesen bánni az állatokat. A minifarm ötlete messzire nyúlik vissza. 10 éve kezdtem, akkor még nem sejtettem, hogy ez lesz belőle, mert akkor még csak vettem egy pónilovat, de annyira beleszerettem, hogy vettem még egyet és még egyet. Egyre több lett, és szakmámból adódóan pedagógus vagyok, kitaláltam, hogy mit lehetne csinálni ennyi állattal, és gyakorlatilag így gyűrűződött az egész, hogy jöttek a szülők, gyerekek, és olyan nagy sikere lett, hogy nem volt megállás. Minden hétvégén kirándulások özönét szerveztük, nagyon élveztük, és gyakorlatilag a szülőktől jött a többi ötlet is, hogy mi lenne, ha lenne itt zsúr is. Úgyhogy ezeket a dolgokat nem is én találtam ki, hanem a szülők igényeinek teszek eleget. Így jött létre az is, hogy táboroztatunk most már több éve. Voltunk itt egy nyári tábor alkalmával, nagyon sok élményt kapott a gyerkőc, nagyon szerette. Több táborban is volt, de ez volt a kedvence, úgyhogy szeretünk itt lenni. Nagyon kevés ilyen hely van szerintem farm, ami ilyen szépen ápolt, és ennyire jó lovak vannak, akik ennyire megbízhatóak. A pónik szelídek, ami elsősorban a tartásuknak köszönhető. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a pónik lelki világa rendben legyen. Ez azt jelenti, hogy figyelem náluk a szimpátiát, tehát egy új póni kerül ide a farmra, akkor nem mindegy, hogy kivel teszem össze. Ahol szimpátia alakul ki, itt szerelmek is vannak, barátságok, unszimpátia is, ezt mi mind figyelembe vesszük, és a farmon különböző karámokba rakjuk a csoportokat, akik jobban vannak egymással. Az állatokhoz közel lehet kerülni, meg lehet szeretgetni őket. Olyan barátságos állatok között vannak, akik nem bántják őket, és megtanulhatják, megsimogathatják őket, érezhetik őket, akár besegíthetnek nekünk az etetésükbe, a gondozásukba. A minifarm hétvégén, ünnepnapokon és nyári táboroztatások idején hétköznap is várja a látogatókat.